hogy érzem magam. Én azt gondolom, hogy a helyzetnek és az állapotnak megfelelően. Szervusz Lancsi, köszöntelek, rég találkoztunk. Rossz itt Hát téged több, mint, interneten több, keresztül látni. hát több, több mint két hónapja. Igen, én 2 hónap. Hogy telt el ez a 2 hónap? Kicsit le vagy fogyva, sőt nem is kicsit, ha jól látom. Hogy érzed magad? Hát, hogy érzem magam? Én azt gondolom, hogy a helyzetnek és az állapotnak megfelelően egészségügyi részlegen vagyok, ezért sem abban a szokásos formaruhában vagyok, hanem miután 0-24-ben szinte ilyenben tartózkodom, én azt gondolom, hogy ugyanúgy el vagyok, ahogy bárki más. Ha mondhatnám, akkor semmiben nincs hiány, de azért azt tudni kell, hogy itt nem a, nem az a, nem egy dáridós hangulat van, rendszeres orvosi vizsgálat, van egy állandó napirend, aminek én ugyanolyan része és részese vagyok, és tartom magam mindahhoz, amihez mindenki. Tehát sem pozitív, sem negatív diszkrimináció nem ér. Értem. Olyan hírek kijutottak, mi is írtunk ilyenről, hogy az ételeket nem igazán tudod bent megenni, nem a minősége miatt, hanem a betegséged miatt. Pépesen fogyasztottad, utána már olyan hírek érkeztek, hogy csak folyékony halmaz állapotban tudod a táplálékot bevinni. Hogy vagy most? Én ezek olyan információk, amik úgy igazándiból én erről bevonulásom előtt sem beszéltem, én akkor sem tudtam normálisan enni. Én azt tudom mondani, hogy mindent megtesz. BV, egyeztettünk a konyhával is, hogy turmixolva vagy nem turmixolva. Én azt mondom, hogy az én étkezésem jelenleg megvan oldva, részben az ellátásból és részben abból, amit itt vásárolni tudok. De most ezt szerintem volna kérdezni, tudsz a boltban vásárolni? Mit tudsz magadnak venni, amit úgy el tudsz fogyasztani? Erre azt mondanám, hogy a boltban én egészségügyi személyzet nélkül nem mozgok, nem megyek, és megvan oldva a bevásárlás egy lista alapján, és ez teljesen rendben, és teljesen úgy, ahogy mindenki részére megy, annyi különbséggel, hogy én nem járok bevásárolni. Aha. Hogy telik egy napod? Említetted, hogy még a gyengélkedőn vagy most is. Miközben a napirend ugyanúgy vonatkozik rád. A napirend rám vonatkozó része az azt jelenti, hogy van egy ébresztő és van egy takarodó. Van orvosi vizsgálat, tehát a rendje, a napirend, és van ebéd, van reggeli. Nyilván ezt nem állnak mögöttem, hogy megettem-e, vagy nem megittam-e, ezt mindenkire rábízzák. Igazándiból egészségügyi részlegen vagyok, nem egy, többen vannak ezen a részlegen. Hát el vagyok, tudok olvasni, megvan a lehetőség rá. Bocsát, úgy hallottam, hogy írsz is, igaz, hogy egy színdarabot kezdtél el írni? Ez, igen, soha még ilyet nem csináltam, egy érdekes, volt egy belső pályázat, amiben egy olyan darabot írtam, amit egy picit a bévés hangulatra. Egyébként kicsit magamra ismertem benne, mert a gyűjtögető őrült, ugye, aki gyűjtöget különböző dolgokat, csak a végkimenetele volt más, én ott négy darabból álló részleteket. Négy felvonás, jól esett, minden nap írok valamit egyébként, olvasok rendszeresen. Blikket? Remélem, blikket. Hát nem újságokat nem nagyon tudok. Aha. És ami
Magas a vérnyomásom, és pont most reggeli orvosi vizsgálatról jövök. Nagyon, nagyon, nagyon bánt engem az a sok valótlan információ, ami megjelenik. Mesélj erről, hogy mi Hát, ebből a... most én mit meséljek róla? Látod a híreket, információkat, hogy és azért is hoztam egy kis jegyzetet magamnak is, hogy nem igaz az, hogy tehát az, hogy magamba fordultam. Ugye megjelent ez, és ezt aztán részletesen taglalta a sajtó. Hát annyira fordultam magamba, amennyire egy ilyen helyen az ember magába fordul, de azért ez nem egy kabaré, vagy nem egy... Na ne. Itt mindenki végzi a dolgát, itt nem beszélgetünk. Ezért bántott egyébként a közelmúltban megjelent, meg nagy hírt kapott, hogy ki milyen véleménnyel van rólam. Én nem tartok kapcsolatot tulajdonképpen. Tehát igazándiból Ott nem bent. azt, hát nem azt, hogy hát kapcsolatot a családommal tartok természetesen telefonos Igen. lehetőséggel, illetve Skype lehetőségem is megvan. Nagyon örülök, a fiam kitűnő diplomát szerzett a Corvinuson, tegnap tudtam meg ezt, tehát ötössel, summa cum laude-val, Az úgy, gratulálok. ahogy kell. Kisfiam ma vizsgázik, a kisebbik, és a kislányom, köszönettel, ugye ő mint divattervező, len van a Balaton Fesztán, vagy mi ez a Szand, Balaton? Balaton Szandon, igen. Szandon, igen. Milyen gyakran beszélsz velük? Hát tulajdonképpen, ahogy a rendelkezésre álló időt be tudom osztani. Azt hiszem, Tehát ugye ilyen 50 perc van meghatározva, talán, vagy meg van fixelve heti mennyi percet beszélhetsz, ugye? igen. Tehát ebben nincs. Tehát, és ezzel is örülök, hogy ezt megkérdezed. Tehát nem vagyok én itt egy szent tehén, nincs egy olyan egyedi elbírálásom, ami majd, ha más fokozatba kerülök, az esetben majd lehet több idő is, de tartom magam ehhez, próbálom beosztani, Miről és szoktatok ennek a ilyenkor beszélni? Rólad, róluk? Igen, a rólad, róluk? családommal. Igen. Hát azt gondolom, hogy bőven van még otthoni problémák, kutyám hogy van, hát minden. Tulajdonképpen a családra hárult az a dolog, amit én kint végeztem. Innen nem lehet semmilyen módon irányítani a Igen, kinti dolgokat. sem egy ház ügyeit, sem egy cég ügyeit nyilván. De Igen. ugye testvéred Pisti is nagyon közel áll hozzád, gondolom vele, és rendszeresen szoktál beszélni. Igen. Amikor a gyerekekkel beszélsz, tudod tartani magad? Vagy hogy ők tartják inkább benned a lelket, vagy te ő bennük? El szokott-e törni a mécses valakinél, vagy ezen már túl vagytok? Nehéz-e még? A velem kapcsolatos dolgoknak a jogi részét én semmiképpen nem a sajton keresztül akarom majd megvívni. Mint ahogy többször is ezről nyilatkoztam, ennek az ügynek attól, hogy én itt vagyok, nincs vége. Tehát már mint a jogi Igen. részének. Én azt gondolom, hogy ez számomra nem volt döntés. Nagyon sokan javasolták, hogy miért nem lépek le, rengeteg jó ötletet adtak, hogy hova, milyen kiadatás. Tehát engem ez nem, már meg se hallgattam, mert az se érdekelt. Én nagyon szépen köszöntöm ezt a sok lehetőséget, azt gondolom, sem a gyerekeim, sem a társadalom számára nem akartam egy olyan példát mutatni, hogy én, aki hát a közönség szeretetét élvezem, vagy élveztem, hogy lelépek. Ilyen felvetésem, ilyen gondolatom nem volt. Én most itt vagyok, eltöltem, amit kell, minden jogi és egyéb lehetőséget ezt követően, és ezzel egy időben is kihasználunk, de igazándiból
nem voltak felkészülve a családtagjaim arra, hogy volt tervezve esetlegesen műtét, hogy azt úgy végeztetjük el. Ezzel kapcsolatban vannak most is egyeztetések, de miután egészségi kérdés, azért erről nem is akarok beszélni. Tehát a gyerekeim, azt gondolom, egy ilyen döntésre, vagy egy ilyen lépésre senki nincs felkészülve. Hogy eljössz otthonról egy táskával, vagy egy kisebb méretű táskával, és aztán itt vagy. Sőt, hiszen téged egy mentő vitt be eleve ugye oda a börtönbe. Tehát Igen, az még igen. rosszabb lehetett látni, hogy nem csak hogy elmegy az édesapjuk, hanem egy mentő viszi el az édesapjukat. Ki tudja mennyi időre. Én előző este leültem és beszélgettem, elmondtam, hogy van sokkal nagyobb probléma az életben. Az, hogy valaki oxigénpalackkal és nehéz helyzetben van, ennél vannak nagyobb, nehezebb helyzetek. Az én nagypapámat úgy telepítették Németországba ki 1946-ba, hogy odaálltak gépfegyveresek, és azt mondták, van 5 perce, hogy összecsomagoljon. Tehát azért erre valamilyen módon, hogy úgy mondjam, volt időm felkészülni, számomra maga az elmúlt 7 év is egy büntetés volt, és nagyon fontos még azt, hogy elmondjam, hogy itt a büntetést végrehajtják. Ez egy büntetés végrehajtó intézet. Sokan abban a tévedésben vannak, hogy itt döntenek az én sorsomról, vagy mások sorsáról. Az nem, az az igazságszolgáltatás. A büntetés végrehajtás azt teszi, ami az ő dolga. Van egy nagyon, nagyon jó a címerük, egy oroszlán, aminek vidáman lóg a farka, és zárva tartja a lakatot. Ők tulajdonképpen végrehajtják azt, amit kell. Többen megkeresnek, érdeklődnek, hogy mit hallottam, amnestia, amnézia, van itt mindenféle tanácsadás. Én nem tudok ebben állást foglalni, viszont azt fontosnak tartom, hogy a büntetés végrehajtásnál végrehajtják. Nem ők hozzák az ítéletet, nem is hoznak. Nyilván a BB-n belüli dolgokról igen, de egyébként ez van. Bocsáss meg, akartam valamit Nem, kérdezni? nem, folytassa, Ja, nyugodtan mondom. ja, ja, hogy ez van, tehát megvan az ellátásom, megvan a oxigénem cseré, megvan minden, ami ugyanazokat a gyógyszereket kapom, sőt, egy olyan rendszeres orvosi vizsgálat alatt vagyok. Én úgy gondolom, hogy van több olyan személy is itt, akinek a szociális helyzete kint sokkal gyengébb, mint itt. Fodrászról gondoskodnak, látod. Nagyon jól sérül. Tényleg, tényleg. Folyamatban van egy nyelvtanulással Na, kapcsolatos te nyelvet akarsz tanulni? lehetőség is. Gyere, Mit? régóta szerettem volna Én németül tökéletesen beszélsz. spanyolul szeretnék Spanyolul. valamilyen módon megtanulni. Mindig is akartam, azért, hogy az ilyen latin daloknak a szövegét értsem. Nyilván, amikor ez a dolog itt letelik, vagy bárhogy is alakul, akkor nem ugyanazt és nem ugyanúgy szeretném majd folytatni. Ez vonatkozik a zenei életemre is. Szomorúan, de ugye korlátozva vagyok a tüdő problémáim miatt a trombitálással, ami az elég pszichésen is elég komoly teher. Járok pszichológushoz, ezt örömmel teszem, mindig megnyugtató. Soha nem jártam, mert úgy éreztem, hogy a pszichológusnak nincs jelentősége, és azt az ember meg tudja dumálni magának. Most, hogy egy ilyen beszélgetéseim vannak, azt kell mondjam, hogy ez jó hatással van akár a mindennapjaimra is, és az itteni rend úgy működik, hogy van egy idézőjeles osztályfőnök,
aki reggelenként megkérdezi, hogy van-e olyan problémám, levélfeladás, stb. Ezek is működnek, tehát nem vagyunk elzárva, tehát nem vagyunk eltiltva nyilván sok mindentől, de elzárva úgy nem vagyunk. Hogy válaszoljak arra, hogy a gyerekek, amikor eljöttem és a nagypapámat említettem, azt azért mondtam, mert ő aztán 40 év múlva, vagy 30 év múlva jött vissza, és ugye az életben vannak sokkal nagyobb problémák, mint hogy most én itt vagyok. Tehát sokkal megdöbbentőbb dolgok, vagy hogy más nem mondjak, a legjobb barátom a Gesztesi Karcsi, aki ugye már sajnos nem tud interjút adni. Tehát itt az ember, azt kell mondjam, hogy a körülményeknek és annak a helyzetnek megfelelően, amit a bíróság kiszabott rám ítéletet, azt töltöm. Ugye 2015-ben már voltál ugye székesfehérvári börtönben, akkor egy előzetes letartóztatásban. Mennyivel másabb ez most, mint akkor volt? Tehát felkészültebb vagy, már tudtad, hogy mire számíthatsz, vagy tudod, hogy ez most tovább tarthat? Erre nem tudsz felkészülni. Véleményem szerint az egy egész más lelkiállapot volt, mert ott ugye az előzetesnél minden nap vártad, hogy mondják a nevet, mert vártam, hogy mondják a nevemet, mert hogy valami tévedés történt. Igen, igen. Most is ezt gondolom, de itt azért mindenki tévedésből van, azt már látom. Tehát ha úgy van alkalmam az orvosi váróban valakivel beszélni, mindenki tévedésből kerül ide. És az egy más pszichés állapot volt az előzetes, az egy teljesen más. Ugye ott a kapcsolattartás is nagyban korlátozva volt, és akkor nagyon haragudtam a BV-re, mert azt gondoltam, hogy esetleg azt a döntést ők hozták meg, de hát ez egy ügyészi döntés volt, hogy akkor engem teljesen lekorlátoztak, hogy szinte senkivel nem tudtam az ügyvéden kívül kapcsolatot tartani. Tehát a hangsúlyozom, a BV végre vagy az ítélete. Említetted az ügyedet, hogy vannak ennél nagyobb tragédiák is, hogy te most ott vagy bent a rácsom mögött, de ugye mi beszélgettünk sokat, te ugyanúgy ártatlannak vallod magad, te azt mondod, hogy nem követtél el semmit, azért a te igazságérzetedet azért bánthatja ám ez? És te küzdesz a továbbiakban is, ha most nem is hangzatosan meg a nyilvánosság előtt, de te küzdesz azért, hogy bebizonyítsd az igazadat, és kidörüljön az igazatlanságot. Küzdök ezért, de nagyon-nagyon jót tett a pszichológus hölgyel való beszélgetés, mert ez, és ami még nyilván a Bibliának az elemzése, a vélt és valós igazságokról, igazságtalanságokról, hol van ez a probléma azokhoz a problémákhoz, amikkel ma a világban szembesülünk. Uh-huh. És most nem akarok itt idealizálni az egészet, de milyen problémák vannak a világban. Háború, szomszédságban. Nem akarom én mondani, nem akarom direkt én mondani, mert de azért nincs nyugalom. Nincs nyugalom. Nincs az a fajta nyugalom, amikor én gyerek voltam, ilyenekre nem is gondoltunk, hogy a gyerekeimnek majd ilyen energia és ilyen egyéb problémákkal is ilyenekkel kell foglalkozni. Milyen bent a... Hát sírok egyébként az előbbi a színdarabhoz érve novella írásban is most minden napjaim, gondolataimról. És naplót is vezetsz úgy, ahogy annak idején? Hát ez a hülye szokásomat nem tudtam lehet küzdeni. Ugyanúgy. Bent milyen kapcsolatod van? Abból a harciasságomból, amire te most rákérdeztél, abból azért vesztettem. Igen? És furcsa volt nézni önmagamat a... Várj, bocsánat, csak kifelé vesztettél, nem mutatod, vagy belül is kicsit lenyugodtál? Belül is. Uh-huh. Nem érdekel. Tehát azt gondolom, hogy ezzel, hogy ez megtörtént,
És nem azért mondom, hogy velem, mert ez megtörtént, ez van. A gyerekeimnek annyit mondtam tegnap, hogy nagyon sajnálom, hogy ezt a szép bizonyítványukat egy ilyen idézőjelben szégyenletes helyzetben vagyok, és nagyon megnyugtattak, nagyon jót mondott a Lala. Ő ugye jelenleg Bécsbe is tanul, Igen. a Corvinuson kívül master diplomát szerzett, és nagyon-nagyon-nagyon jót mondott. Azt mondta, hogy egy percig ne gondoljak erre, mert ő nekik ez sokkal, amit én eddig adtam nekik, az sokkal többet jelentett. Hát akkor megkönnyeztem egy picit. Jó De volt. látom most is, hogy elérzékenyültél, hogy visszagondoltál erre. Hát igen. Benti Igen. kapcsolatok? Hogy viszonyulnak hozzád a börtönőrök, milyen a kapcsolatod velük más rabokkal? Figyelj, én ugyanaz a... Azt kell mondanom, hogy nincs kivétel, és ezt nem azért mondom, mert bárki miatt azt mondanom kéne. Nem, ezt őszintén és teljes hittel mondom, hogy itt egyfor nem lehet. Ha itt bármiféle megkülönböztetés lenne, de nem csak velem, bárkivel, az előbb-utóbb egy olyan anarchiához vezethetne. Ez nem demokrácia. Itt egy rend van. Egy rend szerint, egy hosszú évszázados rend szerint működik az egész. Ebben itt én nem tudok hozzátenni vagy elvenni. Megérkeztem, elvették az irataimat, ugyanúgy ruhát kaptam, megkaptam minden olyan ellátást méretre, nem volt kicsi a cipő, jó volt a cipő, hoztam papucsot, akkor ők nem adnak. Tehát azt kell mondjam, hogy egy teljesen normális rendszerint megy. Az őrökkel velem, nekem nincs kapcsolatom, ők végzik a dolgukat, azt kérdezik meg, van-e valami rendkívüli esemény erre, ha olyasmi van, akkor válaszolok. Egyébként nem szokott lenni. Meghozták az ebédet, tehát igazándiból egy olyan napi rend szerint történik minden, mint ahogy mindenki szerint. Hogy szólítanak téged, bocs? A művész úrnak nem, meg Lajcsinak sem. Tehát Hanem? azt gondolom, hogy galambosnak, de az egészségügyi részlegen ott azért talán ott azért történik ez meg, mert ugye az orvos hívja ki galambosnak, de van egy számom is Igen. természetesen, ahogy mindenkinek van, amikor bevásárlás van, vagy ezt kivásárlásnak nevezik, akkor a szám szerint történik meg. Azt el lehet És mondani a például számodat? Most mi a számod bent? nem, Nem? nem, nem, ez nincs jelentősége, nehogy utaljál rá véletlenül egy különösen nagy összeget tévedve. Be tudjál vásárolni valami jót. Morgenta utaját ott a kantinban. Hát, figyelj, minden megvan, ami nyilván az itteni igényekhez és az itteni kereslethez van ez igazítva. Persze. De minden megvan. Mondok egy példát. Étrendkiegészítőre volt szükségem, mert a doktor úr megállapította, hogy fehérjét kéne fogyasztanom az egysíkú táplálkozása miatt. Igen. Mert ugye energiát zsiradékkal viszek be, és ez úgy működött, hogy írtam egy kérvényt, a kérvényt hamar jóvá hagyták, és megérkezett a patikából az a termék, amit én a privát életben is megvettem volna. Ez egy cégnek egy jó terméke, ezt behozták hozzám, és én minden nap egy kis kanálnyi ilyen Aha. táplálékkiegészítő fehérjét fogyasztok. Gyengült a körmöm is, és azért, hogy az egysíkú étrendet karbantartja, tehát tartsa. Tehát azt kell mondjam, hogy azért más a kép. Talán nekem is más volt a képem, amikor kintről néztem ezt a világot. Más, amikor bent vagy, de egész mást gondolnak az emberek, Amen. akik kint vannak. Csomagot Azon kapadsz csak egyébként? azt Bocsánat. üzenem, hogy mindenkinek megvan a téglája, ezt már mondtam máskor is, tehát halljuk azért itt azokat a népszerű embereket. Ez mit jelent, hogy megvan a téglája?
És ha mindenkinek megvan a tégla, az nem a Nem az a besugós, tégla, azért pontosítsuk, nem a tégla, igen. hanem az a tégla, amit neki építettek Amit ide. oda a falból ott van Hát bent, olyan igen. Aha. emberekről halljuk, hogy rossz hírbe, vagy egy börtönközeli helyzetbe, vagy egy büntetőeljárásba kerültek, akiről korábban soha nem gondoltuk volna Aha. fontos személyek. Ott De hallottál, ott szembesültél ilyenekkel, hogy kik voltak, kik kerültek bajba? igen, de én erről nem akarok beszélni, Nem, meg értem, nem persze. is illik, nem is illik, Persze, figyelj. nem elegáns. Voltam Isten tiszteleten, most ez úgy van, hogy már orvosi kísérlet nélkül nem tudok Isten tiszteletre, és nem is akarok menni. Az egy örömmel fogadtak, jól telt, és ott aztán mindenféle sztorival megkínáltak, tehát ott hallottam aztán olyanokat is. Nem is kommentálnám, én azt mondom, abban a szerencsében, vagy hogy is mondjam, abban az előfordult, hogy nem tudtam elmenni az Isten tiszteletre, és a Pannonhalmi apát úr tekintettel arra, hogy én készültem erre, mert átírtam ezeket az egyházi dalokat, mármint a saját kotta formámra, Igen. mert tudnod kell, hogy a világi zene az ugye négy soros kottában van, én meg egy sorosból olvasok, és számmal írom alá harmóniákat, tehát összességében készültem, és ő bejött egy pár mondatra, a van lelkésze itt Baracskán a Büntetés Végrehajtási Intézetnek, aki egy nagyon lelkiismeretes ember, és a lelkész bekísérte, és egy pár mondatot tudtunk beszélni. Értem. Mondtad, nagyon korrektek a börtönőrök, rabtársak. Azt tudom mondani, hogy mindenkivel azok. Tehát ezt azért fontos hangsúlyoznom, mert nem vagyok egy szent tehén, és nem szeretném, ha azt a hírt, vagy azt a látszatot kelteném. Én az, ami a hírekben megjelent, hogy rám valaki a BV-ből pikkelnek rám az őrök, vagy nem szeretne, én ebből nem érzek semmit. Tehát ami megjelent most a közelmúltban, gondolom te is Igen, láttad, igen. nem nevezem meg a srácot, hogy kinek kapcsán. Aki egyébként lehet, hogy nem is akart rosszat, csak sutyin csinálta, vagy nem tudom, hogy csinálta. Én azt mondom, hogy nyilván, mint közismert ember, a velem való találkozásuk nem okoz, tehát nem ugyanazt a hatást váltja ki, mint egy koncerten lennénk. Nem. De ezzel az intelligencia kérdésén, ezzel teljesen tisztában vagyok, én nem is gondolok ilyenre. Én itt ugyanaz a 186. senki vagyok, mint bárki más, és még valami nagyon fontos, én mindenkinek előre köszönök. Tehát az ami megjelent a tévében, hogy én fennhordom az ordom, erre csak azt tudom mondani, amit Gesztesi Karcsi barátunkkal fogalmaztunk meg, egy jó hangulatú beszélgetésben, hogy egy közismert ember nem tud olyan szerény lenni, hogy az ne tűnjön Nagy nagyképűnek. képen. Aha. Én itt mindenkinek előre köszönök. Tehát ha velem szembe jön, szinte a vadgalamnak is, de nem, és én ide egyedül jöttem, és egyedül is akarok elmenni. Tehát az itteni, kérdezed a kapcsolatokat. Itt mindenkinek megvan a maga története, mindenkinek megvan a maga sztoria. Ugye mondták azt is, hogy elvittek az e-mailbe, ez az elmegyógyintézet, magamba fordultam, vagy írták, vagy írtátok. Semmi nem igaz belőle. Voltam egy orvosi nagy kivizsgáláson, az alátámasztotta mindazt, amit előzetesen beadtunk, de igazándiból. Hogy készülsz, mikor jössz ki onnan, hogy te saját magadat, hogy tréningezed, hogy heteken, hónapokon belül vagy készülsz a legrosszabbra, hogy le kell töltened? Jövő nyáron van Tehát ennek a hivatalosan lehetősége. jövő júniusban lehet először, ugye? Igen, van ennek a lehetősége. Én ezzel kapcsolatban most tájékoztatást nem szeretnék adni. Értem. De ha most kiengednének, akkor azért hazamennék, tehát nem zárkoznék el tőle. Nem, De nem írnák érvényt, hogy még szeretnél bent maradni egy kicsit. igen. Jó volt látni Tisztelet. téged, jó egészséget kívánunk. Én köszönöm szépen. Köszönöm, vigyázz magadra.
exkluzív beszélgetést láthattak Galambos Lajossal a Baracskai Börtönből. Köszönjük a figyelmet!